nem csak abból a szempontból jelentős, hogy, hogy zárunk egy 7 éves időszakot, hanem abból a szempontból is, hogy nyitunk egy újat 2014-20-ban. A következő 2014 és 2020 közötti uniós ciklusban a korábbinál is több európai forrás érkezhet Magyarországra. Erről beszélt a konferenciát megelőző sajtótájékoztatón a fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár. Az elnyert pénzek 60%-át gazdaságfejlesztésre fordítják, például Győrben is. Ha valaki sétálgat az utcán, szinte léptőnyomon belebotlik egy zöld, az Eto színeit idéző Újszécsényi terves logóban. Ez azt jelenti, hogy ezek mind európai uniós fejlesztések. Azonban ahhoz, hogy ezek a források a hétköznapi életben is valóban segítessenek egy adott város, mondjuk a győri fejlesztésekhez, ahhoz nagyon fontos, hogy valóban a helyi igényekre reagáló fejlesztések történjenek. Ezért mondjuk a jelenlegi időszakot az jellemezte, hogy makroszintű tervezés végrehajtása történt helyi szinteken, addig ebben a tervezési ciklusban, illetve 14-20-ra vonatkozik, bevonjuk a helyi közösségeket, és valóban olyan programok kerülnek a következő időszakban pályázati kiírásokban támogatott projektekben megvalósításra, ami a helyi igényeket tükrözi vissza, így valóban a helyi igényekre, a helyi emberek akaratára reflektál. Győr eddig is sikeresen pályázott brüsszeli forrásokra, ezt mutatja a rengeteg nyertes projekt. A városba közel 30 milliárdnyi támogatás érkezett 2011 óta, az önkormányzat pedig több mint 3 milliárdot nyert az új Széchenyi terv keretében. Győrben magasak a saját bevételek, ezért a város lehetőségei talán kicsit szélesebbek, mint más magyarországi településen. Ez azt is jelenti, hogy természetesen ezekhez a pályázatokhoz az önrészt mindenképpen azonnal és problémamentesen tudjuk biztosítani, de ezek a források, hogyha nem lennének, akkor ezt mind a városnak kéne biztosítani, ami azért nem lenne egyszerű feladat. Tehát mindenképpen ezek a külső források, hiszen több milliárd forintról beszélünk, rendkívül fontosak most is, és a jövőben is Győr városa számára. A városban és környékén most is zajlanak fontos az EU által is támogatott fejlesztések, ezekről már az országgyűlési képviselő beszélt a Győr Plusznak. Vannak olyan aktuális dolgok az útfejlesztések mellett és a munkahelyteremtő gazdasági beruházások támogatása mellett, például Kunszigeti, Abdai, Nyúli támogatás mellett, a Pannonhalma városrehabilitáció, aminek az alapkőletételére ma kerül sor, és Pannonhalmán egy nagy kiemelt turisztikai projekt is elindul az elkövetkezendő időben, így folytatódik a világörökség fejlesztése. A konferenciát szervező Széchenyi programiroda működése eddig igazi sikertörténet. A hálózat a jövőben is egyfajta híd próbál lenni a potenciális pályázók és az EU-s források között. Kettős a feladatunk, tájékoztatunk és tanácsot adunk. Tájékoztatjuk, hogy milyen lehetőségek vannak, és tanácsot adunk, hogy egy pályázat beadásában, egy hiánypótlásban, egy kifizetésben, egy zárásban hogyan és mit kell csinálni. 5200 régiós szinten, viszont itt a megyében már több mint 1800 azok száma, akivel minimum egyszer találkoztunk, és vagy a külső helyszín, vagy az irodáinkban felkeresett minket, és itt segítettünk nekik. A Városháza dísztermében szerdán csupa olyan vállalkozók és vállalkozások képviselői foglaltak helyet, akik a jövő potenciális és aktív pályázói lehetnek. A cél Győrben és a régióban is az, hogy 2014 és 20 között minél több érdeklődő tudja majd megvalósítani fejlesztési álmát hathatós uniós támogatással.